Városunkban több utca az 1848-49-es szabadságharc hőseinek nevét viseli. Ilyen a Dembinszky utca is. Dembinszky Henrik lengyel gróf volt, és amikor 1849. januárjában Magyarországra érkezett, Kossuth honvéd altábornaggyán nevezte ki, majd megbízta a Tisza mögött összpontosított 4-6 testből kialakított magyar fősereg parancsnokságával. Több vesztes csatája volt, de a tisztek egy részének körében igen népszerű volt. Nevét szinte minden településen utcanév őrzi. Püspök adányban a 6. utcaként is emlegetett Dembinszky utca a Bocskaitól az Arany János utcáig húzódik. Nagy Sándor 1977-ben döntött úgy, hogy ide költözik. 77-ben nyugalmas, csendes. Köves útunk nem volt, forgalom nem volt egyáltalán. A közművetítés minden úgy jött, hogy egy részét személyesen szerveztem, nagy részét meg itt az utcabeliekkel együtt csináltunk. Vizet, telefont, szennyvizet, gázt és köves utat. Mindenhez hozzájárultunk. Az egész környék, itt az egész utca. A gázt egyedül szerveztem, 31 ember részvételével, saját magunk ástuk, temettük, még 90. Napközben az utca többnyire csendes, az autók zaja ritkán töri meg a nyugalmat. A szomszédok tisztelik egymást, és mindenki rendben tartja lakóházát, udvarát. Kis autók már vannak rendszeresen, nagy gépjárművek itt ritkájának, kis autó van rendszeresen, mert hiszen minden háznál van már kettő is, és hát azok jönnek. Fiatalok nem nagyon vannak az utcában, vagy most kezdenek már lenni, és ez egy kevés gyerek van, és ugye nem olyan veszélyes, amikor mi ide költöztünk, akkor itt mindenütt olyan fiatal emberek laktak, 2-3-4 gyerek, és akkor nagyon zajos volt. Én azt hiszem, hogy zömmel egy-két kivétellel rendbe teszik mindenki. Hát nyilván mindenki a maga ízlése szerint, lehetősége szerint, de én meg lehet nézni, hát nagyjából azért rendben van. Károly Mátyásnél jól emlékszik még a régi időkre. Elmondta, amióta ő itt lakik, mindig Dembinszky volt az utca neve, és megtudtuk azt is, miért ezt az utcát választották 1970-ben férjével. 70-ben. Mert a Dembinszky utcán laktunk, onnan el kellett jönnünk, azt kisajátították. Azt úgy vettünk meg ezt, de ez egy olyan öreg ház volt, hogy ez 100 éves volt 7-ben, most már több mint 100 éves. Aztán csináltunk rajta sok mindent, mert két ablak volt rajta, meg rossz ajtó, minden. Azt mondta az én uram, hogy ez neki ez a nagy udvar kell, hogy tudjon jószágot tartani. Tartottunk még azt is. Volt állatokat, voltak hízók is, még a kisebbik fiam az itt volt, még víz sem volt bevezetve. 70-ben, míg bejöttünk, oda jártunk vízért. Itt sem volt amolyan kulcs, szabad kulcs, semmi. Azt tudom, akkor volt, és 20-valahány malacunk. Azt úgy hordtuk onnél a vizet, utána azt addig jöttek, mint itt a szomszédasszony, meg egy másik, hogy onnél a saroktól, oda addig nem volt bevezetve csak. Ilonka néni visszaemlékszik még a régi utcaképre. Az utca végén egykor álló boltra és a hozzá kapcsolódó kútra, valamint kitért arra is, hogy miért szerető itt lakni. Csendes nagyon, olyan jó. Úgyhogy itt mindenki jóban van, nincsen itt most már bolt se, el kell már menni fel a 24 órásba, vagy pedig emide a Bocskai utcára. Jó kis bolt volt, jó. Csak mindig változtak a eladó. Bolt, egy jó, a degrik bolt. Úgy folyt négy csövön. De már mostan csak ott meglátszik, hogy hungan be van kerítve. Már úgyis mit maradunk már, én már 89-et töltök most augusztusban. Én már nem megyek, hova menjek. Sanyó Zoltán 5 éve lakik az utcában. Csendes, békés, nyugodt utcának ismerte meg a Dembinszkyt. Mint mondja, megszerette, megszokta ezt a környezetet. A társasházi lakásban laktunk, és nagyon nem akartunk messzire elmenni. Végül is az utcaválasztás az a lakással járt együtt. Csendes, nyugodt utca. Ahhoz képest is, hogy nincs túl messze a főút, a központ. Teljesen meg vagyunk elégedve a döntéssel. Békés. Ezt tudom mondani, békés, nyugodt forgalom is teljesen megfelel. Zoltántól megtudtuk, a szomszédok békességben élnek egymással, mindenki teszi a dolgát. Gyakran összejárnak beszélgetni, közös főzéseket tartanak. Nagyon jó szomszédaink vannak, jó kapcsolatban vagyunk, közös elfoglaltságaik vannak, programok és családi főzéskézés. Szóval végignéz az utcán valaki, egy ház sincs elhanyagolva, se kívül, se belül. Letelepedünk, tehát kiépítjük a kis dolgainkat. Nem tartom valószínűleg, hogy költözni fogunk.
Az utcában több olyan ember is él, aki már gyermekkorát is itt töltötte. Szabó Lajosné itt született, és ide is építkeztek férjével. Kérésünkre visszaemlékezett, hogy lett közművesítve az utca. Itt ez kétfele lesz, ott a szülei ház volt, ott a bátyám még laktak, de már nem sajnos meghalt, a sógornőm lakik, és úgy ketté osztottuk, és akkor mink ide építettünk. Köves út. Ja igen, hát azért fizettünk, hát ugye legelőször a járda. Azt úgy csinálták meg itten, akik csak az anyagot kaptuk meg, és ez társadalmi munkába itt meg lett csinálva. Hát én nem tudom, hogy a köves út, gáz, víz, a vízzel nagyon sok problémánk volt, mert onnestúl addig a sarokig itt sokáig nem volt. Mink 1976-ban építkeztünk, még akkor itt vízvezeték nem volt. Onnan a szomszédból hoztuk át a vizet, mert nekik onnan jön. És ők is, azt utána majd az is úgy lett, hogy ilyen összefogással, és a Hamvasárétől kaptunk egy csatit. A múlt században az utca végén állott egy kis Artézi kút is. Ez elapadt, ez Artézi kút volt, az nagyon jó vízű kút volt. Abban az időben azt mondtuk, hogy még a vízért nem kell fizetni. Először négy csőre folyt, aztán volt itt elrébb, ahon az a nagy zöld van, ott volt egy ilyen, amiben belefolyt, ami ugye kifolyt azokon a csöveken, és onnan a jószágot ittattuk, nagyon jó víz volt. De utána majd megcsinálták ilyen kerekesre, de nem egyáltalán nagyon-nagyon, hát már azt mondtam, hogy évtizedek óta nem működik. Az utcában lakók elmondták, szeretnek itt élni, de azért még lehetne mit fejleszteni, felújítani, mondják. Nagyon rossz az út, aminek a felújítása ígérve van évtizedek óta. Ez olyan döcögős út, hogy ilyen döcögős út már nincs Ladányban. Ezt sürgősen meg kellene csinálni. Ezeket az árkokat is egységesíteni lehetne, mert ez most mindenkit, vagy nem mondom, hogy mindenkinek a nagy része azért az utcának csinálgatja maga módján. Hát ez azt jelenti, hogy jó heterogén, ahol nincs bemérve, hogy pontosan merre menjen a víz. A város elkötelezett híve az útépítésnek és felújításnak. Az önkormányzat több mint 40 utcában építette és újította fel a burkolatot az elmúlt években, és most is van erre a célra elnyert pályázat, ahogy a belvíz elvezetés javítására is rendelkezik kész és elbírálás alatt lévő pályázattal Püspökladány. Így mindkét fejlesztés, amit a lakosság vár, előbb-utóbb megvalósul a Dembinszky utcán is. Mely kicsit távol esik ugyan a város központtól, de akár gyalog, akár kerékpárral 10 percnyire van a centrum, kinek-kinek tempója szerint.